Ha valaki tényleg belegondol, hogy, hogy tényleg gyerekeket, iskolát, gyerekkorházat, szülészetet lebombáznak, hogy lakóházakba rakétet röpítenek, és mondjuk hajlandó a saját érzéseihez kapcsolódni valaki, az nagyon-nagyon meglepne, ha tudna mentegetni bármi ilyet. Na, de mégis csak tud. Tud, hát, ha leállítja az ezzel kapcsolatos érzéseit, amire az ember hát sajnos, nem sajnos képes. De hogyan van az, hogy nem képes behelyettesíteni az önmaga, amikor szétrobbantanak egy paneltömböt a saját panellakását, amikor megölnek egy gyereket a saját gyerekét, amikor öreg embereket talicskáznak ki félholtan a saját apját vagy nagyapját. Szóval ezt én képtelen vagyok fölfogni, ezt hogy nem tudja behelyettesíteni az emberi elme. Azt mondja itt az egyik békemenetes, hogy mi ne szóljunk bele, ez olyan, hogy amikor két ember veszekszik, a harmadik oda megy, az már beleszól, és az már ugyanúgy felelősségre vonható. Tehát ez a ne szóljunk bele, öljék egymást úgy, ahogyan akarják, csak hogy nem ölik egymást, hanem ugye egy nagy hatalom megszállt egy országot, és öli egy jóval kisebb ország lakosságát. Ráadásul azt hogy lehet elérni, hogy ha kusolunk, akkor kimaradunk egy esetleges európai vagy világháborúból, mert Putyin majd hálából, ahogy hallottam az egyik a hűségünkért cserébe, kikerüli majd Magyarországot, miközben lerollja egész Európát, vagy mondjuk fél Európát. Hogyan nem képes az elme a saját élethelyzetét egy másikéba? Hát mondok erre valamit, ami eszembe jut erről. Például lehet nagyon félni most. Tehát azért Putyin az elég ijesztő. Ijesztő, amiket gondol, ijesztő, amikre feljogosítva érzi magát. És én azt hiszem, hogy putyinista propaganda ide, ner, oda tulajdonképpen minnyáján félhetünk. És hogy a félelem az hozhat olyat, tehát ha ott vagyunk a kocsmában, és az a nagyon erős, nagyon agresszív valaki, vagy éppen késeli sorra azokat, akikhez nincs közünk, ilyen belharc vagy lövöldöznek, akkor lehet, hogy azt is érezhetjük, Hogyha békésen megülünk, és nagyon aranyosan cukin nézünk, és azt mondjuk, hogy semmi baj, akkor nem esik bántódásunk. Akkor előállok a farbával. Nem lehet, hogy ennek az egész borzalomnak, amiket itt soroltam, az van a legmélyén, hogy honfitársaink, azt nem tudom, hogy többsége vagy kisebbsége, de mi esetre meghatározó nagyságrendben, nem hajlandó olvasni, nem hajlandó tájékozódni, nem hajlandó tovább megyek gondolkodni. Tehát megdolgozni azt akarom mondani a tudás megszerzéséért, hanem csak hallomásokra érzésekre, a Facebook táplálta plegyka hullámokra támaszkodik, és nem hajlandó, vagy értelmi szintje miatt nem is képes becsületesen és alaposan tájékozódni, és annak nyomán levonni az egyébként racionális következtetéseket. Nem lehet, az egésznek a mélyén valami ilyesmi van? Ugye ebben a post-truth, ebben az igazság utáni ahol, világban, ahol a, ahol a tények meg a kitalált tények egyszerre vannak, állati nehéz, és, és borosztó nagy energiákat igénylő feladat igazán tudni dolgokat, és el kell ismerjük, hogy, az emberiség nagy részének ez nem dolga. Az a nehéz, hogy az a nehéz, hogy közben meg mégis. Mert hiszen szavazó, mert hiszen felelőssége tartozik a közösségért, csak legfeljebb, hát ezt nem tudja.